Szép jó kívánok mindenkinek, és egyben rögtön a Mindenki Magyarország a Néppárt és a Mindenki Magyarország a Mozgalom nevében szeretnénk reagálni Novák Katalin és Varga lemondására és távozására. Szeretnénk leszögezni, hogy egyetértünk ezekkel a lépésekkel, még ha némileg megkésve is történt, de ez a helyes irány, tehát üdvözöljük a vezető politikusok lemondását ebben az ügyben, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez nem elegendő. Leszögezzük, hogy Novák Katalin nem egy véletlen hiba miatt mondott le, ő pontosan tudta, hogy mit csinál. Ez egy nagyon is tudatos cselekvés volt részéről. Varga Juditnak pedig már a Sádol völner botrány óta a vádlottak padján kellene ülnie abban az ügyben, így az ő lemondása is meglehetősen megkésettnek tekinthető. Valójában a mind a kettőjüket irányító, őket az ő valakinek, Orbán Viktornak, a felelőssége mindaz, ami ma Magyarországon történik, és ami miatt most a Fidesz két vezető női politikusa lemondott, gyakorlatilag nem is hagyva ismert vezető női politikust a teljes Fideszes vezetésben. Orbán Viktor az, akinek az utasításait mind Novák Katalin, mind Varga Judit szóról szóra, betűről betűre követte. Senkinek kétsége ne legyen a felől, hogy ki a valódi felelőse a mostani pedofélbotránynak, ugyanúgy, mint a következmények nélküli ország kialakulásának. Az első és legfontosabb feladat most ezek után az az, hogy hozzák nyilvánosságra valamennyi kegyelemben részesített bűnözőnek az esetét, hiszen tavaly csak Novák Katalin 40 esetben részesített bűnözőket kegyelemben, és ebből egy terroristának és egy pedofil bűncselekményben érintett mentegetőnek az esete került csak nyilvánosságra, illetve akit biztosan és részletesen ismerünk már. A másik 38 között vajon hány, te hány pedofil, hány terrorista lehet még, hogyha csak kettőt ismerünk? és még 38 titokban kegyelemben részesített ember van. Orbán és miniszterei soha többé ne engedhessenek szabadon ne csak pedofil bűnözőket, terroristákat, de korrupt politikusokat, embercsempészeket se. Ehhez a megoldás a demokrácia, a jogállam és a sajtószabadság helyreállítása Magyarországon követeljük, hogy a korút politikusok és bűnözők a börtönbe menjenek, és tisztességes, becsületes emberek kerüljenek a közéletbe. A gyermekeinket csak akkor tudjuk megvédeni a hasonló pedofil bűncselekményektől, és csak akkor lesznek biztonságban, hogyha nem csak Novák Katalin, de a mafia állam valamennyi felelős politikusa vezetője távozik a közéletből. Ezért követeljük az elszámoltatást és a rendszerváltást Magyarországon. Az is jellemző, hogy sajnálatos módon Novák Katalin csak a szavazóitól kért bocsánatot, és nem az áldozatoktól. Szükségesnek és sürgőtő, sürgetőnek érezzük tehát, hogy a gyermekvédelem és szociális ellátás területét részletesen világítsák át, és részesítsék az eddiginél sokkal nagyobb támogatásban, hiszen alig hihető, hogy csak a Bicskei vagy éppenséggel a Bőte Csaba hálózatában előforduló botrányos esetek fordultak elő a gyermekvédelem területén. Sajnos föltehető, hogy egészen jellemző esetekről van szó. Ennek a megakadályozása szervezeti változásokat is igényel, és sokkal komolyabb odafigyelést a gyermekvédelem területére. És végezetül követeljük azt, hogy Magyarországon a hasonló esetekben mindig kövesse teljes nyilvánosság és számonkérés a politikai felelősségre vonást, Orbán Viktor úgy látjuk, hogy menekül a saját felelőssége elől, beáldozta a párt két legnépszerűbb női politikusát, miközben tudjuk, hogy a valódi felelős maga Orbán Viktor, a valódi probléma az maga a pártállam. Rendszerváltást, elszámoltatást, politikai kultúraváltást követelünk a Mindenki Magyarország a néppárt nevében.